Brisbaneben a forradalmárok emlékének tiszteletére állított kopjafáknál hajtottak fejet az itt élő magyarok. A brisbane-i Magyar Házba szervezett zenés-irodalmi műsorban sokan szavaltak és énekeltek, köztük olyan fiatalok is, akik már Ausztráliában születtek. Gold Coaston a Szivárvány Magyar Iskola diákjai készültek ünnepi műsorral, melynek legfőbb üzenete az volt, hogy bárhol éljünk is magyarként a világban. Fontos, hogy megtartsuk magyarságunkat és megéljük összetartozásunkat. Sydneyben a Magyar Református Gyülekezet Péter Fikund református lelkipásztor vezetésével tartott ünnepi istentiszteletet, amelyen 173 nemzeti színű kokárdát tűztek a hívők a templomban felállított kopjafára. A Kiskata zenekar tagjai csaknem 40 perces, egy tanórányi ünnepi műsort készítettek, amelyet számos diaszpórában működő magyar iskolának küldtek el, hogy ezzel segítsék az emlékezést 1848 hőseire. A filmben Kossuth Lajos szülőfalujában Monokra invitálnak, ahol Kossuth szülőházában tankönyvekben sem fellelhető kulisszatitkokat is megtudhattak az érdeklődők a szabadságharc szellemi vezéréről, gazdag zenei anyaggal kiegészítve a megemlékezést. Nagyon sok szeretettel köszöntöm az iskolásokat és a magyar közösségeket az egész Kárpát-medencéből, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a tengeren túli magyarokat is, mindenekelőtt Amerikából, illetve Ausztráliából. Az ismeretterjesztő film és online koncert ingyenesen elérhető volt a diaszpórában működő tanintézmények számára, hirdetve azt, hogy bár a járvány miatti korlátozások megnehezítik a tisztelgést a hősök előtt, de dicső múltunk méltó pillanatait soha nem felejtjük el. Nincs az a...